Hatalmas lángokkal égett ez a farakási jógárdon, azonban ez csak egy gyakorlat volt a tűzoltói munka bemutatására. A tűzoltókat egy általános iskolás diák riasztotta, a lánglovagok pedig pillanatok alatt ott termettek és eloltották az égő farakást. A gyerekek azt mondták, megijesztette őket a látvány. Egy picit ijesztő volt, hogy pont itt a gárdon történt ez. A település polgármestere szerint azért volt fontos ez a tűzszimuláció, hogy a gyerekek már általános iskolás korban megtanulják, hogy vészhelyzetben kihez forduljanak, valamint tudják, mit kell mondani egy adott szervezet diszpécserének. És még kiérnek a tűzoltók, mit lehet tenni a tűzoltása érdekében. A legfontosabb az, hogy minél előbb megtanulják azt, hogyha a tüzet észlelnek, kell értesíteni a hivatalos hatóságot, itt éppen a katasztrófa védelmet. Ha minél előbb van a riasztás, ugye annál előbb meg lehet állítani azt a problémát, és akkor ezért minél előbb meg is tanulják a gyerekek, ezért volt ez a mai bemutató is szervezve nekik. Fontos, hogy a bajt időben felismerjék a fiatalok is maguk körül, és gondoskodni tudjanak annak megelőzéséről a megfelelő szervezet értesítésével.